Szennyezett talaj és levegő, gyakori rákos megbetegedések. Ezt hagyta maga után a lignit bányászat Thesszaloniki közelében. Akrini lakosait egy bírósági döntés értelmében már rég kártalanítani kellett volna, de a görög kormány inkább törvényt módosított. Így nem kellett a falut kitelepíteni és kárpótolni. A bányát leállítják, a környéken nap- és szélerőművek épülhetnek. Élt 52 évet. A halálokat tüdődaganat. Akrini temetőjében Kostas Putadikis sok barátja van eltemetve. Az észak-görögországi faluban az átlagnál többen halnak meg fiatalon tüdőrákban. Kostas szerint ennek egyértelműen a falu melletti lignit bánya az oka. Egy kőhajításnyira innen található a Balkán legnagyobb kőszíni bányája. Az itt kitermelt barna szén elégetésével a közeli erőművekben áramot termelnek. Putakidis szerint az égés során kiszabaduló egészségre ártalmas hamut a szél közvetlenül a falujába fújja. "2011-ben hoztak egy törvényt, melynek alapján a falut 10 éven belül át kellett volna telepíteni. Miután ez alatt az idő alatt semmi nem történt, panasszal éltünk a legfelsőbb bíróságon, ahol nekünk adtak igazat. A kormány erre új törvényt hozott, amely megszüntette az áttelepítési kötelezettséget. Most azt vizsgáljuk, mit tehetünk egyáltalán." Az új törvény miatt kártérítést sem lehet kérni, amely a falubelieket az áttelepítés esetén megillette volna. A kormány most azt vállalja, hogy rendbe teszi Akrini leromlott infrastruktúráját, és kisebb összegű anyagi támogatást biztosít. De a legtöbben nem érik be ennyivel. A mérgező anyagok már behatoltak a talajba, emiatt túl nagy az egészségügyi kockázat. Csak hogy a görög kormány hasznosítási céljai is megváltoztak. A régióban a lignit bányászat napjai meg vannak számlálva. A környéken mindenütt naperőműveket és szélturbinákat telepítenek magánbefektetők közreműködésével. A meglévő infrastruktúra ideális feltételeket biztosít az áramelosztáshoz, de a zöld átállás áldozatokkal is jár. Egy helyi újságíró, Szókrátész Mutidis több mint 15 éve követi nyomon a regionális energiapolitikát. Szerinte a bíróság döntése, amely a lakosságot megfosztja a kártérítés és az áttelepítés jogától, annak is köszönhető, hogy a lignit iránt már nincs akkora kereslet. Ezért inkább a sorsára hagyják a falut, amelynek a problémái ettől még nem oldódnak meg. A lignitbánya körüli helyzet egy fikarcnyit sem javul. Hamarosan jönnek a választások. A jelenlegi vagy a következő kormánynak ki kell dolgoznia egy alternatív tervet, amely megvédi az emberek egészségét. Bár a szénbányászat leállításához hozzátartozik a környezeti károk felszámolása, a témáról se a Környezetvédelmi Minisztérium, se az illetékes energiavállalat nem akarta Deutsche Wellének nyilatkozni.